Tanuljatok úszni az új Duna arénában, még 2017 márciusában ezzel a címmel osztotta meg közösségi oldalán a hírt Hosszú Katinka, hogy tanfolyamot indít a vadonatúj Duna aréna tanmedencében. Ugyanott Darnyi Tamás úszóiskolája nem jutott vízfelülethez. A 24.hu újságírói már akkor szerették volna megtudni, hogy a 2017-es vízes világbajnokságra 46 milliárd forintból felépült úszodát mégis milyen pályázat vagy szerződés alapján használhatja egy magáncég. Ám hiába kérdezték, nem kaptak választ. Sem Hosszú Katinka korábbi cégétől, az Iron Aquatics-től, sem a Duna Arénát akkor üzemeltető BP 2017 non-profit Kft-től. Ezért a szerkesztőség a bírósághoz fordult, hogy kiperelje az állami cégtől az adatokat. A jogerős bíróság ítéletre sem reagált, tehát nem adta át az adatokat, úgy, hogy közben még hajlandó volt pénzbüntetést is fizetni, tehát további közpénzt költeni arra, hogy ne derülhessenek ki az adatok, és majd utána érkeztünk el ahhoz a ponthoz, amikor már végrehajtóval jöttünk a cég székhelyére, és ekkor sikerült megkapnunk ezt a listát. A listában azonban nincs nyoma annak, hogy Hosszú Katinka 2017-ben szerződést kötött volna a BP 2017-tel a Duna Aréna használatáról. A 24.hu újságírója szerint ezért előfordulhat, hogy ingyen vitte oda az úszóiskoláját, sőt, még az ő cége kapott pénzt a BP 2017-től egy 25 millió forint értékű reklámszerződés keretében. Ez egy tavaly évvégi videóüzenet, ezzel búcsúzott a Facebookon a BP 2017 non-profit Kft. A Duna Aréna üzemeltetésétől. Idén január 1-től már nem ők, hanem a Nemzeti Sportközpontok működteti a létesítményt. Kerestük a Duna Arénát korábban működtető állami tulajdonú céget, hogy valóban szerződés nélkül és ingyen használta-e a létesítményt Hosszú Katinka vállalkozása. Azt is szerettük volna megtudni, hogy ha volt szerződés, akkor azt miért nem hozták nyilvánosságra, még azután sem, hogy a bíróság közérdekű adatközlésre kötelezte a BP 2017 non-profit Kft-t. Nem válaszoltak a kérdéseinkre. Kerestük Hosszú Katinka új vállalkozását, az Iron Swim-et is, amelyik jelenleg is a Duna Arénában működik, de onnan sem érkezett válasz. Így egyelőre nem derült ki, milyen jogon használták korábban a létesítményt.